Kiosztották a 23. Glória Victis novella pályázatának díjait. Erre az irodalmi megmérettetésre idén 82 mű érkezett. 7 pályázat érkezett Vajdaságból, 1 Kárpátaljáról, 31 Erdélyből, 11 a Felvidékről és 32 az anyaországból. 3 témában küldhettek írásokat a diákok, mondta el Szendefi Zsoltné, a zsűri tagja. A diákok 3 fő cím alatt pályázhattak, Hősök ideje, azután egy Vas Albert regénynek az elemzése, valamint a családtörténetek, a családlegendák, tehát hogy a családok, az ősök nagymamák, nagypapák, dédmamák, dédpapák tulajdonképpen miként élték meg akár az első, főleg a második világháborút és az 56-os eseményeket. A második és harmadik helyezett Magyarországról, a nyertes mű pedig a Felvidékről, az Ipolyságból érkezett. Én már régebb óta járok ilyen mindenféle pályázatokra, írok bizonyos műveket, tehát általában a hazaszeretetről szoktam, és hát most pedig megláttam a felhívást, hogy a családom a történetem viharába, és hát úgy éreztem, hogy erre a dédnagyapám tiszteletére meg kell írnom az ő tulajdonképpen kis háborús életművét. A pályázatra érkezett írásokkal, családtörténetekkel is gazdagodik a magyar történelmi emlékkincs, mondta el Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára. Ezek a dolgozatok, amik ide beérkeznek, ezek is azt támasztják alá, hogy nagyon sok olyan történet van még a mai nap is, amiről nagyszülők, esetleg dédszülők, élő dédszülők nem mertek korábban beszélni, és most esetleg egy unoka, egy diák, mikor megkeressi őket, akkor megnyílnak és elmondják. Azt gondoljuk, hogy ezzel is gyarapszik és értékesebbé válik az a magyar történelmi emlékkincs, amivel rendelkezünk. A Rákóczi Szövetség által megrendezett 3 napos rendezvényen, a Glória Victisen idén 1300 diák vesz részt.